Hihetetlen, miért verte félholtra a barátnőjét egy szolnoki férfi, démonnak hitte, és az ördögöt akarta kiűzni belőle, ezért kiverte a fogait. A legszörnyűbb az egészben, hogy a brutális bántalmazást a nő kilenc éves lánya is végignézte. Ez bánt el a házba, és akkor az volt a szerencsénk, hogy ki tudtunk onnan menekülni. Kiderült, hogy a férfi rendszeresen kábító és olyankor jött az, hogy ördögöket és démonokat látott, amiket ki akart űzni, volt párjából. Elképesztő, de földön fekvő nőt még be is akarta sózni. Vérbe fagyva feküdtem, mesélte a nő a karcak televízió kamerája előtt. Ördögűzés. Ördögöket látott bennem látta az ördögöt, a démont, és ki akarta űzni. Az ápolóként dolgozó asszony, akinek munkahelyet kellett váltania, mert a volt párja ott is zaklatta, most az édesapjánál húzza meg magát a kislányával. Bár a férfit a történteket követően őrizetbe vették, 60 nap után elengedték. Ha a kislány nem lett volna a nővéremmel, meg sem ismerem, nyilatkozta a megvert nő testvére. A kislányt, aki végignézte az édesanyja bántalmazását, traumatizálták a történtek.